Dávid megsértődhetett volna, mint itt a jelenlevőknek nagy része, hogy jé, mit mondtál, én álnok vagyok, én ezért jöttem. Elkezdhetted volna Eliábbal vitatkozni és veszekedni, és egy olyan testvérharcot vívott volna ki, hogy a elhívása szolgálta helyet, egész életében Eliábbal veszekedhetett volna. De a Dávidban Krisztus szelleme volt, és tudja az ember, hogy kivel érdemes visszaszólni, kinek meghagyjuk nem érdemes, mert az időmet, energiámat, egészségemet nem akarom koszkáztatni. Az én elhívásom az, hogy amit Isten mondott, a mennyei elhívás részei vagyok, vagyok mennyei látásomhoz, nem akarok engedelmeskedni. A mennyei látásomban ben vannak azok az Isteni feladatot, amit a földi életemben el kell végeznem. Ha a liábokkal veszekszek és vitatkozok, akkor ezt nem fogom tudni betölteni. Ezért az Eliábbal, mit csinált Dávid? Szépen elhajolt. Nyugodj Érted, csak szóba, ez egy nyugi, nyugi, semmi probléma. És menj tovább. Érted? Ne jársz a sértődöttet, meg az áldozatot. Ha áldozat akarsz lenni az életbe, akkor nyugodjan meg, mert a Farkasréti temetőben megrendelheted a sírodat a rövid időn belül. El kell döntened, hogy áldozat akarsz lenni az életbe, vagy pedig győztes akarsz lenni az életbe. Az A feladatodat, az Istentől kapott lét, a létezésednek az értelmét be akarod tölteni, vagy nem. Ha be akarod tölteni, akkor hagyjad az elihábokat. Ők mondják a magukét, te megcsináld azt, amit Isten megmondta, megmondta neked, érted? És akkor lelkileg egészséges ember maradsz, nem egy ilyen paranoljár, beteg idegroncs. Ideg Na, no. így van? Így van vagy nem?